A tanulmányi versenyek hordoznak magukban egyfajta versenyszellemet. A diákok ilyenkor összemérik tudásukat, és eldöntik, hogy egy helyi fordulóból kijut a területi versenyre, majd az országos megmérettetésre. Tolnán egy másfajta tanulmányi versenyt szerveztek, ahol a hangsúly azon volt, hogy a diákokat inkább összecsiszolja ez a tanulmányi verseny, és közben építsen a tudásukra. Ezt a járási versenyt hagyományosan évek óta, 5-6 éve rendezzük meg a tolnai járásban tanuló általános iskolás diákok számára. Azért indítottuk el annak idején ezt a versenyt, mert igény volt egy ilyen megmérettetésre, amikor nem országos versenyre kell a diákoknak benevezni, hanem versengenek egy kicsit, érdekesek a feladatok, és tulajdonképpen összemérhetik az egyes iskolákban tanuló diákokat, tudásukat. Tehát hasonló adottságú iskolákról van szó, hasonló tanterv szerint tanulnak, és ez lehetőséget adott arra, hogy egy picit összemérjék az erejüket. Ez a járási tanulmányi verseny egész héten tart, tehát több tantárgyból zajlik a verseny, magyarból, matematikából, történelemből, német és angol nyelvből, illetve van egy természetismereti csapatverseny, ez a mai napon zajlik. Ezek a versenyek egyéni versenyek, kivéve a mai napot. Van egyfajta verseny az iskolák között is, nem csak a gyerekek között, és ez jó, ha van ilyen, azt gondolom, és egy picit lehetőséget ad arra is a gyerekeknek, hogy fölmérjék, hogy mit tudnak, hiszen ezek a feladatok nem igényelnek külön készülést, hanem kimondottan a tananyaghoz, az általános iskolás tananyaghoz, tankönyvekhez kapcsolódnak. Tehát a feladatokat, esetleg forrásokat, képeket, szövegeket is igazítjuk a gyerekek által elsajátított ismeretekhez, meglévő kompetenciáikhoz, és ez talán egy pici könnyebbség, tehát nem kell plusz feladatokat magukra vállalni a felkészítő kollégáknak sem, elég, ha egy kicsit ismételnek, ami valószínűleg a tanév során is igen hasznos tud lenni. Volt olyan diák is, aki már a tavalyi járási versenyen is részt vett, és az ideire is eljött. Éppen azért, mert élvezte tavaly a megmérettetést, és szívesen jelentkezett újra. De volt olyan diák is, aki életében először járt a tanulmányi versenyen, mert érdekelte a versenykiírás. Biológia, kémia, földrajz és fizikából készültem. Emlékszem, amikor még tavaly itt voltam, nagyon jól éreztem magam a másik három csapattársammal. És remélem idén is nagyon jól fogom érezni magam. Szeretem összemérni a tudásomat más versenyzőkkel. Tanárunkkal mindent átnéztünk, amit úgy gondoltunk, hogy szerepelhet a versenyben, és ezeket átnéztük, írtuk egy lapra, és átnéztük őket. Nekem nagyon tetszett, nagyon jól éreztem magamat, és az egész csapattal. A diákok a járási tanulmányi verseny természettudományos napján egy kvízben mérhették össze a tudásukat. A kérdéseknek pénzbeli értéket adtak a szervezők, így az a csapat győzedelmeskedhetett a versenyen, aki a legnagyobb összeget gyűjtötte össze a megválaszolt kérdésekből. A környékbeli általános iskolák tanulói jönnek ide hozzánk. Hétfőn volt a matematika, ez az, ami a mi munkaközösségünket érinti, illetve a mai délutánon ez egy természettudományos verseny. Ez fizika, biológia, kémia és a földrajz tantárgyakat foglalja magába. Tehát ezen a délutánon ilyen témakörökben kaphatnak kérdéseket a gyerekek, és egy játékos csapatversenyt hirdettünk ennek keretében. Úgy gondolom, hogy izgalmas játék lesz a mai délutánon, és nem az a cél elsődlegesen, hogy csak a tények ismeretét kérjük számon, hanem cél az is, hogy a négy tantárgy kapcsán egy élvezetes délután töltsenek el a gyerekek, csapatban dolgozzanak, és ezek a csapatok egymással versenyezzenek, de nem a verseny az elsődleges cél, hanem inkább az, hogy jól érezzék magukat, kreatívak legyenek, ügyes megoldásokkal. A járási tanulmányi verseny pontszámait az olimpiai pontszámításhoz hasonlóan végzik. Tehát az az iskola nyerte meg a vetélkedőt, aki a legtöbb első, második és harmadik helyet szerezte az egész héten át tartó versenyben. Az idén pedig egy különleges díjat vezettek be a megmérettetésben győztes iskola számára. Az idén szeretnénk külön
útjára indítani egy vándorkupát, nem tudom máshogy nevezni, talán ez a legjobb megnevezés, az az iskola fogja kapni ebben az évben, ki a legtöbb pontot gyűjtötte össze, de az olimpiai pontokhoz hasonlóan próbáljuk meg kiszámolni, hogy melyik iskola gyűjtötte a legtöbb pontot, és természetesen következő évben ez majd változhat. Emellett a diákok egy pici kis ajándékot is kapnak, arra, annak emlékére, hogy részt vettek ezen a járási versenyen. És úgy gondolom, hogy egy egészen jó, hangulatú, érdekes versenysorozat, tanulmányi versenysorozat kerekedett ki ebből a járási versenyből, és szeretnénk a továbbiakban egy picit tovább is fejleszteni.